Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Infoparlament, tisztelt szakmabeliek! Ha ez kérdés volt a felvezetésben, akkor válaszolok igen, tehát minden IKT-be fektetett forint az négyszeresen térül meg. És nagyon szépen köszönöm államtitkár úr szavait az informatikával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a fontosságát talán már nem is kell pozícionálni a szükségességét. Viszont engedjék meg, hogy inkább azt pozícionáljam, hogy miért kell mindenkinek szinte az informatikába, illetve az IKT-be dolgoznia manapság. De hadd kezdjem mindenek előtt azzal, hogy ugye, ahogy megemlítették a felvezetőbe is, hogy 3 héttel ezelőtt nagy lehetőséget kaptam a szakmától, és ezt a bizalmat szeretném megköszönni. Az IVS történetében nagyon ritka alkalom, hogy a tagság megerősíti a hivatalban lévő elnököt. És talán nem hangzik nagy képviségnek, de az újraválasztási kortes beszédem írása közben akkor eszembe jutott az amerikai elnökválasztás kapcsán született mondás, hogy a második elnökség alatt minden elnök meg tudja valósítani azt, amiben az elsőben nem volt lehetősége. De tekintsünk vissza, mi is történt az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy eseménydús volt. Sok esetben váratlanul nehéz és viszontagságos időszakon vagyunk túl. Sok nagyszerű eredményt tudunk felmutatni, új alapokra helyeztük a szervezetet, versenyhelyes stratégiai szövetségeket kötöttünk, új tagokat nyertünk meg, számos szakpolitikai kérdésben sikerrel képviseltük ágazatoink érdekeit. Küzdöttünk az iparágunkat sújtó adók kérdéseibe. Hatalmas eredmény, hogy a válság ellenére az IKT ágazat reál értelemben növekedni tudott. Ebben döntő része volt azért a távközlési eszközök elterjedésének is. A legnagyobb eredményünk azonban mégis egyelőre láthatatlan. Az igazi sikereink a kísérletező, tehetséges és szorgalmas magyar fejlesztők eredményében rejlenek, melyek a gazdaság minden szférájába, közlekedéstől az oktatásig ma már megtalálhatók. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a tegnap esti év IKT menedzsere és év innovációja Gyúros díját adó gálán az orvos diagnosztika és a fogyatéka élők életét könnyebbé tevő, nívós és nemzetközi szinten elismert fejlesztéseket díjazhattunk. Azonban mégsem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Úgy, hogy miközben a társadalmi átalakulások motorja a munkahelyteremtés és az ország versenyképességének növelése. Miközben ágazatunk minden egyes megtermelt magyar forinthoz 10 fillérrel járul hozzá. Minden egyes áfa forintból 10 fillért fizet be. Miközben csak az IKT tudott folyamatosan nőni a válság éveibe, miközben ágazatunk vállalatai 5 milliárd forinttal támogatják adományformába azt az oktatást, az oktatási rendszert, amit államtitkár úr említett előbb. Miközben Európában jelenleg is 750 ezer betöltetlen informatikai munkahely van, és ez a szám 2015-re 900 ezerre nő. Évente 100 ezerre nő Európában a hiányzó informatikusok száma. Miközben az informatikai környezet áthatja a teljes gazdasági szférát a mezőgazdaságtól az oktatáspolitikáig. Szóval mindezen nyilvánvaló tények ellenére valójában nem sikerült igazán áttörést elérnünk az IKT szektor társadalmi megítélésében. Az ország méretéhez képest hallatlanul sikeres technológiai innováció eredményei és a globális piacon versenyképes teljesítményeink a legtöbb magyar ember számára ismeretlenek maradtak. Mindösszesen 4500-an választják a felsőoktatási intézményekbe az informatikai képzést, és ebből 2600 végzős harmada már alapértelmezése külföldön keres munkát. A fiatalok körébe nem népszerű a szakmánk, ismerjük el. 61 ezer végzős van egy évben, abból még egyszer 2600 az informatikai területen végzett. Ágazatunk szakmai eredményeit nem tudtuk úgy bemutatni, hogy az információ technológia vonzó, érdekes és izgalmas pályának mutatkozzon a pályakezdők számára. Erre azt gondolom, hogy én is az egyik koronatanú vagyok. Két nagy lányom van, az egyik pszichológus, a másik pedig médiaszakos hallgató. Pedig azt gondolom, hogy próbálkoztam. De még van egy fiam. Nem adom fel. Nem tudtuk,
nem tudtuk átütő erővel megmutatni, hogy a technológia napi alkalmazása, a műszaki és a rendszer szemléletű gondolkodás, a technológiai ismeretek nem egy szükszelete az életünknek, a közigazgatásnak, a banküzemtannak és a mezőgazdasági támogatásigénylésnek, hanem a jelenbe a legfontosabb lehetőség a talpon maradásra. Egy kézzelfogható versenyképességi tényező, munkahelyek, minőség és tehetség egyéni és társadalmi szinten. Ma az informatikát és az alapfokú távközlési eszközök kezelését ismernie és alkalmaznia kell a munkájába alkotó módon mindenkinek. Az informatika nem egy önálló szakma, hanem egy univerzális képesség és egy általános környezet. Az informatika, távközlés, elektronikai vállalkozások szövetségének új 3 éves programterve tehát egy karakteres, világos társadalmi szerepvállalásra épül. Ennek a szerepvállalásnak az a célja, hogy mindenki számára világos és érthető legyen, hogy számára miért nélkülözhetetlen, hasznos és érdekes a technológia napi használata. A társadalmi szerepvállalásnak 3 pillére van. Meggyőződésünk, hogy az ország középtávú versenyképességének alapja nem a betanított munkásokra épülő összeszerelő üzemekbe, hanem a mindenki számára elérhető és olcsó alkalmazott technológiába és az arra épülő folyamatosan bővülő tudásban van. A technológia egyszerre tudás, adaptáció, együttműködés, vagyis sok olyan képesség, amely a versenyképes munkavállaló, tehát a versenyképes magyar gazdaság működésének az alapja. Ehhez elengedhetetlen az infokommunikációs tudás széles körbe való elsajátítása. A rendszer szemléletű gondolkodás, az analitikus gondolkodás, a programozási ismeretek a 21. században a versenyképes gazdaságok legfőbb versenyelőnyei, amelyeket az oktatáson keresztül a következő generációknak adhatunk. Nincs időnk másokra várni. Ezért a szövetségünk olyan kezdeményezést indít, melynek keretében a szövetség ingyenesen elérhetővé tesz minden természettudományos és programozási ismeretek elsajátításával segítő digitális oktatási tartalmat, amely tagvállalati és nemzetközi együttműködései révén biztosítható. A ma fiatal programozói és a holnap projektmenedzserei, megoldástervezői, vezetői és megrendelői. A programozási tudás elsajátítása megtanítja a fiatalokat a későbbi projektszerű munka alapjaira, a folyamatszerű és önálló munkára, felkészíti őket a nemzeti tudásközpontokhoz történő kapcsolódásra. Az IVS aktívan együttműködik véleményezőként és értékhordozóként az állami oktatási rendszer ezen szempontok szerinti átalakításában is. Szeretném, ha világosan látnánk. Az IVS időlegesen sem fogadja el az informatikai oktatási keretszámok radikális csökkentését. A közoktatásban és a felsőoktatási keretszámok radikális növelésébe érdekelt. De mi mit teszünk ezekért a célokért? Az IVS ezért maga szervezi meg és támogatja a fiatalok digitális képességének fejlesztését is. Ez az IVS tagságának és elnökségének elkötelezettsége a versenyképes következő generáció érdekében. 2013 őszén elindítjuk az IVS Akadémia ernyője alatt az IT eszközök kreatív és széles spektrumú hasznosításának népszerűsítését. A kezdeményezés célja a programozás játékos megismertetése és megkedveltetése 6 és 15 év közötti fiúk és lányok körében. Program szervesen kapcsolódik majd társszerveink és az idősebbek körében már megindított társszervezetek programjaihoz. Ez a legbiztosabb alap és a tagvállalataink érdeke. Másodszorban, ahogy ezt már említettem, még 2015-ben Európában 900 ezer betöltetlen állás lesz az IKT szektorban. Addig Magyarországon 2012-ben összesen 2600 informatikus szerez diplomát, az ágazatban pedig megindul a csöndes elvándorlás. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, ami a következő generáció legnagyobb esélye. Az informatikával foglalkoztatott szakemberek átlagjövedelme 30%-kal haladja meg bármelyik másik ágazat átlagbéreit, beleértve még a bankszektort is. A férfiak és a nők bére között ebben a szektorban a legkisebb a bérés, ami ez egy nagy társadalmi eredmény. Az IKT szektorban magától értetődően a legjobbak a feltételek a családbarát foglalkoztatásra is.
Tehát az akciótervünk második eleme a digitális munkavállalás elősegítése. Meggyőződésünk, hogy az internet, technológia, a társadalmi és gazdasági integráció leghatékonyabb eszköze. Három nehéz helyzetben lévő csoportnak kívánunk segítséget nyújtani ebben azért, hogy iparágunk nyitott, sikeres és vonzó munkakörnyezet legyen mindenki számára. Ők a fiatalok, a nők és a megváltozott munkaképességűek. Ennek érdekében folytatjuk a rugalmas munkavállalási formák elterjesztése érdekében tett erőfeszítéseinket, ajánlásokat teszünk a szövetség tagjainak az oktatási, ösztöndíj és gyakornoki programokban női és megváltozott munkaképességű résztvevők számának növelésének ösztönzésére. És természetesen továbbra is támogatjuk az egyre nagyobb sikerre zajló Lányok Napja programsorozatot. Társadalmi szerepvállalásunk harmadik pillére a magyar digitális tartalom felszabadítása. Annak érdekében, hogy versenyképességünk folyamatosan fenntartható legyen, tudás és elérhető tartalom kell. Mire gondolok? Miközben lezárult a CD, mint adathordozó korszaka, a magyar közösségi jogkezelés rendszerén keresztül a digitális tartalmak tekintetében egyre átláthatatlanabb és nehezebben nyomon követhető keresztfinanszírozás van életben a digitális és az analóg tartalmak között. Az üres adathordozók, a nyomtatók, a faxgépek után szedett adókkal egy elmaradott analóg rendszer tartunk életben. És itt hadd mondjam el, hogy ezt arra a feltételezésre építjük, hogy a vásárlók, azaz mi, illegális tartalmakat töltenek fel, és másolnak ezekre az adathordozókra. Mindenki, hiszen mindannyian fizetjük ezt az adót. Mérhető, fair és korrekt szabályozási környezetet kérünk, segítünk és támogatunk, nem pedig nehezítenünk kell, hogy a saját színvonalas és etikus szellemi termékét mindenki, minden korlátozás nélkül nyilvánosságra hozza az interneten. Ez a hosszú távú érdekünk. A parlament szakbizottságot ezennel felkérjük, hogy kezdeményezzen parlamenti vitanapot a közösségi jogkezelés kérdéséről, és vegyen részt aktívan őszi konferenciáinkon. Politikának állást kell foglalnia, hogy a teljes ágazat sarcolásából milyen átmenetet biztosít egy átlátható, fair, digitális tartalomszabályozás felé a magyar zeneiparnak és az IKT ágazatnak. Ehhez biztosítjuk a nyilvánosság és a szakma támogatását, és ajánlásainkat is nyilvánosságra hozzuk. Az IVS párbeszédre hívja tehát az NMHH újonnan kinevezendő elnökét és a szaktársa vezetőit. Összességében a E3 pillér sikere nélkül nincsen sikeresen fejlődő IKT ágazat. Ha nincs sikeres IKT ágazat, akkor nincsen sikeres gazdaság sem, meggyőződésem szerint. És marad a látszat eredmények szűk egymás közötti megosztása. Egy sikereit bátran kommunikáló és társadalmilag elfogadott IKT szektor képes csak bemutatni, hogy a szoftverexportra fordított egyetlen forint négyet hoz az országnak, hogy érdemes a befektetőknek a startupok közül a magyar technológiai cégek között válogatni, hogy a magas színvonalú nyelvismeretre és technológiai tudásra építve érdemes további fejlesztőközpontokat telepíteni az országban, hogy a fiatalokban rejlő innovációs képesség érdemes és kiszámítható jövőképet ad gyermekeinknek, és sokat tesz egy élhető Magyarországért. Hogy az ágazati különadók növelése helyett a következő tervezési periódusban érdemes megharcolni Brüsszellel a szoftverfejlesztésre szánt források elismertetésért, vagy még inkább az ágazat önálló programszintű képviseletéért. Ehhez kérem az Infoparlament, az IVS tagvállalatai és önök támogatását. Köszönöm szépen!